És ezt a műhavat nem is egymásra kell szórni, hanem célba dobás lesz. Hát onnan, ahogy álltok, próbáltok beletalálni, hát az úriember lesz az első. Kicsit túltoltad a célzó vizet, várj, oda tartom, tessék, oda kéne beletalálni, uram. Nem ment bele, nem. Figyelj csak, mondom, az volt a cél, hogy belekerüljen. És nem ment bele egy se. Bele kéne találni ebbe, a szögét megtartom, hadd lássuk, egy majdnem. Kajjaj, nem maga jön. Egy kicsit tovább, erősebben. Mondom, erősebben. Szerencsével kapufáról becsurgott az úrnak mi jár? Egy nagy tocs. Kész! Fél lábon kéne megfordulni. Azt nem mondtam, hogy háromszor. Na gyere, gyorsan, fordulj, mert egy már megvolt. Jöjjön a második. Nagyon jó, figyelj, ahogy összeütközzetek. Itt már megvolt a harmadik, az úri emberek kérek egy nagy tapsot. Te pedig már a negyedik. Vigyázz! Kész! Fúj! Hadd lássuk ki az, aki elkezdi fújni a hölgy. Nagyon ügyesek. A másik hölgy is. Itt is nagyon szépen alakul. 5, 4, 3, 2, 1 és vége. Mindenki vegye ki a lufit a szájába, mutassa fel. De mi van, kiengedted belőle a levegőt? Felkészülni. Vigyázz. Kész. Spagetti zaválás, nyomjad az arcodba gyorsan, nyomjad. Lássuk, közben itt a jobb oldalamon már csak egy sor popitot kell megnyomni. Anya, te is besegíthetsz, hogy nagyon el vagytok maradva, csak egy alkalmonos. Nem tudom, mit tettetek előtte, spagetti vagy mi van, de belassultatok nagyon tőle. Mehet ki a cukor? Hú, már valaki ettől már beindult, úgyhogy figyelem, azt kéne üvölteni, hogy hújjon a hó! Holnap, jó? Még egyszer? Hújjon a hó! És akkor most így inkább édességet szórok, mint havat, teljesen!